A nehéz gazdasági környezetben is támogatja a kormány a kis településeket. Ennek keretében 4,5 milliárd forintot szán a kis hentes üzletek megsegítésére, közölte közleményében az Agrárminisztérium. Nagy István közölte, hogy az agrártárca tisztában van a kiskereskedelmet sújtó nehézségekkel, többek között az energiaválsággal és az inflációval. Nagy István közleményében kitért arra is, hogy az alapvető szolgáltatások mennyiségileg és minőségileg magasabb színvonalú hozzáférhetővé tétele nagyban növeli a kis települések népesség megtartó erejét. Ezek között is fontos szerepet játszik az élelmiszerekhez való hozzáférés. Ennek biztosítását szolgálja a mikrovállalkozásokként működő hentes üzletek támogatása, amelynek segítségével sikerülhet megőrizni ezeket az üzleteket a jelenlegi gazdasági kihívások mellett is. Az összesen 4,5 milliárd forintnyi forrásra az év elején pályázhatnak az érintettek. Azt gondolom, hogy az ilyen kis településeken, mint amilyenben mi is vagyunk, illetve ahol mi is lakunk, mindenképpen jelentős segítség, hiszen ebben a kisközségben mi árulunk egyedül hústerméket a faluban, és a következő húsbolt az nagyjából egy 20 kilométerre található. Úgyhogy nekünk mindenképpen nagyban fog segíteni ez az egyszeri támogatás is, hiszen az elszálló energiaárak miatt, illetve a magas infláció és a folyamatosan nehézségbe ütköző beszerzésben is jelentős segítség lesz, azt gondolom. Mi igyekszünk a környékbeli Vágóhídról megvásárolni a termékeinknek a nagy részét, és ezáltal is segíteni a térség fejlődését. A tárca tervei szerint több mint 1000 hentes üzlet részesülhet, a boltonként akár 3 millió forint támogatásban. A kis hentes üzletek létrehozhatnak rövid ellátási láncokat, hozzájárulhatnak az élelmiszerbiztonság megvalósulásához, fenntartásához, emellett munkát biztosítanak az ott élőknek. Ezek a kereskedelmi egységek biztosítják hazánk tradicionális, változatos, térségi ízvilágának és konyhaművészetének fennmaradását is. Egyszer s mint ezeknek az üzleteknek a léte a vidék és különösen a kistelepülések népesség megtartó erejének is az alapját képezik, így a támogatásuk társadalmi és demográfiai szempontból is jelentős.